Azt. Meglepő lesz, elfogadom a választ. Köszönöm, képviselő úr elfogadja a választ, megadom a szót. A válaszadó személyét egyelőre. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr! Ön nyilván megszokta, hogy a Jobbik időről időre kérdéseket tesz fel a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren tapasztalható áldatlan állapotok miatt. Őszintén remélem, hogy a válaszát követően történni is fog valami, hiszen nem kevesebbről van szó, mint hogy a felügyelete alá tartozó hatóság vélhetően olyan mulasztásban van, amely veszélyeztetheti a repülőtérre érkezők és onnan távozók biztonságát. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára dr. Völner Pál 2011. március végén kelt levelében elismerte, hogy a Liszt-Ferenc repülőtér előtt lévő közutaknak látszó tárgyak valójában csupán olyan magánutak, amelyeknek nem történt meg a közforgalom számára való megnyitása, és nem is rendelkeznek forgalomszervezési tervvel. Azt hiszem, hogy a fekete-afrikai viszonyokat idézi, hogy Magyarország egyetlen nemzetközi repülőterén a repülőtéri utakra, gyalogos átkelőhelyekre nincs hatósági használatba vételi engedély. Márpedig a repülőtér nem egy eldugott zsákutca, valakinek csak fel kellett volna tűnnie, hogy az utakon, amelyeken például minisztériumi gépjárművek is közlekednek, nincs használatba vételi engedély. Még súlyosabb a helyzet azóta, hogy önök tudva a Budapest Airport visszaéléseiről és gátlástalan multiszemléletéről a közelmúltban eladták a maradék 25%-os állami részesedést. Nem kellett volna előbb felülvizsgálni a 2005-ös privatizációt és a jogi helyzetet rendezni? A gazdagok kormánya nem tesz mást, mint szentesíti a szocialisták által korrupciógyanúsan levezényelt reptérprivatizációt, eladják azt is, ami megmaradt, és még arra sem figyelnek, hogy legalább annak a több millió embernek a biztonságát garantálják, amelyek és akik Magyarország repterét igénybe veszik. Kérdem tehát államtitkár úrtól, milyen intézkedést kíván tenni annak érdekében, hogy megóvják az utazók biztonságát. Eurokonformnak és szabályosnak tartja, hogy nem csak a repülőtér, hanem az odavezető utak is külföldi tulajdonba kerültek, illetve elgondolkodtak-e a 2005-ös privatizációs szerződések felülvizsgálatán. Várom válaszát. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mint ahogy ön is a kérdésében jelölte, az a probléma nem új. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér második terminál előtti terület közforgalom számára való megnyitás eljárása hosszabb ideje folyamatban van, éppen az ön által jelzett rendezetlen előzmények miatt, és jelenleg is folyik. Az eljárás befejezésének feltétele a közterület forgalomszervezési tervének jóváhagyása, amelybe az eljárás megindult, és amelyhez a kérelmező Budapest Airport ZRT-t hiánypótlásra hívta fel az erre illetékes hatóság. A hiánypótlás határideje július 11, tehát következő hónap 11. A forgalom szervezési terv jóváhagyását és a terület közforgalom számára való megnyitását egyébként, lévén, hogy ön címezte a feladatot is és a kérdést is, ez Budapest Főváros Kormányhivatal közlekedési felügyelősége, mint hatóság. Úgyhogy amint bejön a hiánypótlás, a említett kormányhivatal közlekedési felügyelete, főfelügyelete intézkedni fog. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, államtitkár úr. Képviselő urat viszont válasz illeti meg. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen. Engem nagyon elszomorít, hogy úgy történt meg a privatizáció, hogy ezeket a viszonyokat nem rendezték, és nem válaszolt arra a kérdésre, hogy akkor ezek után bármiféle felelősségre vonása megtörténik-e azoknak, akik ezt annak idején 2005-ben eladták, és ebben a formában adták el. Véleményem szerint elfogadhatatlan, hogy akkor így a jövőben már közutak, de jelen pillanatban magánutak külföldi kézbe kerüljenek, és egyébként az meg végképp, hogy ez eddig ennyi évtizeden keresztül senkinek nem tűnt fel, ráadásul napi szinten intézkednek ott a rendőrök, gyakran pont a Budapest Airport érdekeit, gazdasági érdekeit kiszolgálva, és ezáltal a káosz fenntartását elősegítve. Budapesten már többször próbáltunk a közgyűlésben tiszta helyzetet teremteni, de kérnénk a minisztériumot, hogy segítsen ebben, mert lévén ez egy olyan állatorvosi ló, amiben nem szeretnénk, hogyha megint csak és kizárólag a multicég és a multitőke nyerészkedhetnek. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat. Öné a szó, államtitkár úr. Tisztelt képviselő úr, a minisztérium természetesen minden
szakmai segítséget megad, amire szükség van, és amelyet ebbe a hatáskör szerint illetékesek igényelnek. Ami a repülőtér privatizációját illeti, én úgy gondolom, és akik itt ülnek a házban néhányan még azok közül emlékeznek, hogy éppen a Fidesz személy szerint én voltam az, aki ezt annak idején talán a legtöbbször és a leghangosabban bírálta. A tárca egyébként általában a privatizáció szerződések felülvizsgálatát azt megkezdte, jelenleg is folytatja, és amint azoknak megvan a konkrét eredménye, arról természetesen a nagy nyilvánosságot, természetesen az országgyűlés is tájékoztatni fogjuk. Addig is türelmét kérjük. Köszönöm. Köszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Seyrin Gábor, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Meddig titkolja a nemzetgazdasági minisztérium a megszorítások részletei címmel? Miniszter úr, halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Csíkfalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Most már csak egy hetet kell várni, úgyhogy megvárnám a miniszter urat. Képviselő úr nem fogadja el a válaszadó személyét. Tisztelt országgyűlés! Jávor Benedek, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Megéri-e az 50 milliót a környezettudatosság címmel? Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt Ányán József államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Örömmel vitázom államtitkár úrral. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Bajban van Magyarország egyik legfontosabb környezetvédelmi tudatformáló intézménye. A forráshiány miatt a környezeti tanácsadó irodák hálózatának egyre több tagja szünetelteti vagy redukálja minimumra a tevékenységét. A tudatformáló munka megszakadása miatt sokkal nagyobb környezeti kár éri az országot, mint amennyit az állam a takarékoskodással megspórol. Az első tanácsadó iroda az ökoszolgálat szervezésében a 90-es évek elején jött létre. Hiánypótló szolgáltatásának sikere nyomán 97-re felállt a közel 20 egységből álló országos irodahálózat, a Kötháló. Állami támogatások és pályázati pénzek segítségével kiépült az infrastruktúra, megkezdődött a professzionális tudatformáló és tanácsadó szakemberek képzése, kiadványok készültek, ismeretterjesztő programok indultak. Az ezredfordulóra a Kötháló az ökoiskolák mellett a környezetvédelmi tudatformálás és tanácsadás egyik legfontosabb hazai intézményévé vált. Civil kezdeményezésként rengeteg önkéntes munkával, minimális, évente 1-2 tízmilliós nagyságrendű állami forrás igénybevételével. Az ezredfordulótól a Kötháló számára is hozzáférhető környezetvédelmi pályázati források folyamatosan szűkültek. A kormányváltás ezen a területen tovább rontott a helyzeten, a fénykorában közel 1 milliárdos civil keret a minisztériumnál a tizedére zsugorodott, ráadásul a pályázatok elbírálása, a pénzek kifizetése sokszor akár fél évet is csúszik. A közfeladatot ellátó, de normatív támogatásban sosem részesülő irodák immár szinte kizárólag a Norvég Alap és a Keop pénzeiben reménykedhetnek, ám azokat működési kiadásokra, például a sok millióért kiképzett szakemberek bérére nem lehet fordítani. Megkezdődött a munkatársak elvándorlása, az irodák egyharmada már csak félgőzzel, önkéntesekkel működik, vagy bezárt. Okkal kérdezzük tehát, van-e a kormánynak évi 50 millió forintja arra, hogy az ország lakossága továbbra is hozzájusson korszerű környezetvédelmi ismeretekhez és jogi tanácsadáshoz? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm képviselő, tisztelt országgyűlő, és megadom a szót Ányán József államtitkárnak válaszadása. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk a civil társadalom szerveződéseit és azokat az intézményeket, amelyek a civil társadalmat segítik. Ebben meghatározó szerepe van valóban, ahogy ezt képviselő is elmondta, Köthálónak, amely 1997 óta, tehát lassan 15 éve végzi azt a nagyon értékes munkát, ami akár jogsegélyszolgálatokban nyilvánul meg, de közvetlen tanácsadással is segíti a civil szervezeteket és a lakosságot egyáltalán, akik környezeti problémákkal hozzájuk fordulnak. Jelzi ezt, hogy 40 ezer azoknak az eseteknek, megkereséseknek a száma, amit egy évben ez a irodahálózat lebonyolít. 16 tagja van és 2 partner szervezetet. Valóban egy nagyon értékes hálózatról van szó, amelyet mindenképpen segíteni szeretnénk. Több lehetőség is kínálkozik erre.
Az egyik a pályázatos lehetőség. A pályázatok kiírásra kerülnek várhatóan még ebben a hónapban, tehát június vége táján a zöld forrás pályázati kiírásokban lehetőség lesz, hogy a kötháló forrásokhoz jusson. Ezen kívül egyedi elbírálás alapján is lehetősége van a tárcának, miniszter úrnak személyesen, egyedi megkeresés alapján kérelmekre forrásokat juttatni. Ez a kisebb része persze az összegnek. Az egész összeg, ami erre rendelkezésünkre áll, sajnos jelzi, hogy valóban amilyen állapotban a nemzetgazdaság van, ez a kassa is meglehetősen gyenge állapotban van, 181 millió forint, ami az egész civil társadalom ilyen típusú támogatására rendelkezésre áll, de szerepel a kötháló azon a listán, amely az ilyen egyedi elbírálású szervezetek esetében is lehetőségeket kínál. És van egy harmadik terület is, ezeket az ilyen szervezetmódon hosszú ideje működő szervezeteket szeretnénk bekötni szerződéses alapon is a tárcához. Újjászervezés alatt van a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a teljes ügyfélszolgálati hálózata, és ebben mindenképpen szerepet szánunk a köthálónak is. Köszönöm, és majd még az egy percben néhány gondolatot. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót. Jávor Benedek képviselőnek öné a szó. Köszönöm, államtitkár úr válaszát. Biztató azt hallani, hogy van szándék a kormányzat részéről ennek a nagyon fontos hálózatnak, intézményrendszernek a működtetésére. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az a 181 millió forint, amire államtitkár úr is hivatkozott, ez gyakorlatilag csepp a tengerben. A civil szféra finanszírozása a kormányváltás óta töredékére esett vissza, elég, hogyha az NCA pénzeknek a megfelezésére gondolunk, ami körülbelül 3,5-4 milliárd forint forráskiesést jelentett a civil szektor számára. A Európai Uniós pénzeknek a kifizetése a kis léptékű projektek számára, kis szervezetek számára gyakorlatilag elérhetetlen. Tehát igazából itt egy olyan finanszírozási űr, egy olyan finanszírozási gödör van, amin ez a 181 millió forint sokat nem fog segíteni. Reméljük, hogy a kötháló célzottan hozzá tud jutni a forrásokhoz, és ehhez kérnénk, hogy a itteni válaszon túl valós intézkedések is társuljanak, de az egész civil szféra finanszírozását is meg kell oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, államtitkár urat. Viszont válasz illeti meg, öné a szó, államtitkár úr. Hogy mennyire fontosnak gondoljuk ezeket a civil szerveződéseket, a kötháló vezetőivel már tavaly ősszel elkezdtük a tárgyalásokat, hogy milyen módon tudnánk összehangolni azokat a állami hálózatokat, amelyek egyébként is működnek, tehát részben a KVVM korábbi hálózatát, az Öltpont hálózatnak a működtetését, valamint a VM saját hálózatát is beszeretnénk kapcsolni, amely vidéken sok helyen jelen van, és szintén segíthet ebben a rendszerben. Ezen túl nyitunk, hogy az állami vonalat is említsem, egy ügyfélszolgálati irodát, egy központot itt a minisztériumban, hamarosan megnyitja a kapuit, ahol szintén segítséget akarunk nyújtani azoknak, akiknek szükség van erre segítségre. De valóban azt reméljük, hogy ez egy átmeneti állapot, ez a finanszírozási nehézség a civil társadalom ilyen szerveződése és intézményei tekintetében. Egy újjászervezett rendszer alakul ki ebben az országban, ebben az évben, és azt reméljük, hogy a következő évtől ezek a finanszírozási gondok is lényegesen kisebbek lesznek, mint ebben az évben voltak. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés! Koszorús László, a Fidesz képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek a mobil fizetés magyarországi bevezetésének sikerei címmel. Miniszter úr halaszhatatlan közfeladatellátása miatt válaszadásra Nyitrai Zsolt államtitkár urat jelölték ki. Kérdezem, képviselőt elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, igen, megadom a szót, képviselő. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. Az infokommunikáció világában, legalábbis hisszük ezt, a technológiai és műszaki vívmányoknak segíteni kell az állampolgárok életét, illetve könnyíteni kellene azt. A digitális megújulási cselekvési terve önök és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legalábbis erre tettek ígéretet. Tisztelt államtitkár úr, a modern világban a digitális megoldásokat nem eltörölni, hanem azokat bővíteni, fejleszteni kell, pláne ha Neumann János országáról van szó. Mire is próbálok rávilágítani? Az utóbbi hetekben napvilágot láttak olyan hírek, hogy a kormányzat a jövőben korlátozni kívánja a mobiltelefonon keresztül lebonyolítható, jó bevált fizetési módokat.
tisztelt ház. Ha tisztán és értetően akarunk fogalmazni, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehet többé kényelmesen autópályamatricát, illetve parkolást SMS-ben intézni. Ez sem ugye a digitális cselekvési tervben nem szerepelt, sem azok életében, akik pont a nyári szezon miatt nem sorbanállással kívánják tölteni a jól megérdemelt pihenésüket, hanem kényelmesen szeretnék intézni SMS-ben az autópályamatrica vásárlásokat, vagy akár a városon belüli parkolásokat. Tisztelt államtitkár úr! Egy tájékoztatást szeretnék kérni, hogy mit sikerült elérni annak érdekében, hogy a mobil fizetés ne visszaszoruljon, hanem megléte továbbra is fennmaradjon, sőt, mi több bővüljön. Egyszerűen, hogyha egyszerűen szeretném föltenni a kérdésemet, akkor lehet-e a jövőben SMS-sel parkolást, illetve autópályamatricát venni vagy sem, illetve mit tesznek annak érdekében, hogy ezek a lehetőségek ne szűküljenek, hanem az elérhető szolgáltatások listája az bővüljön a következő időszakban. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Válaszadásra megadom a szót Nyitai Zsolt államtitkár úrnak. Önnél a szó, államtitkár úr. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen, hogy a parlament nyilvánosság elé hozta ezt a kérdést, mert ebben a témakörben az elmúlt hetekben én magam is több kósza hírt hallottam, és talán ez most egy jó alkalom és lehetőség arra, hogy tisztázzuk pontosan, hogy hogy is állunk ebben a mezőben, amit úgy hívunk, hogy mobil fizetés. Képviselő, engedje meg, hogy elmondjak egy-két beszédes adatot ebben a témakörben. Havonta több mint 8000 tranzakciót folytatnak mobil fizetés tekintetében. Mobil fizetés és a mobil vásárlás magyarországi történetében eddig több mint 6 millió parkolójegyet váltottak. Most arra minden második parkolójegy, amit megvesznek a polgárok, az ilyen mobil vásárlással történik. Tehát egy sikeres akcióról van szó. Valóban szóba került ez a kérdés egy Európai Uniós szabályozás miatt, ugyanis a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó egységes uniós szabályozásnak megfelelő magyar jogszabály szerint az elektronikus hírközlési szolgáltató 2011. április 30-áig végezhették ezen tevékenységüket. A PSAF, pénzügyi szervezetek állami földjeletének engedélye nélkül. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkársága még április hónap elején egy egyeztetést kezdeményezett a PSAF vezetőivel, képviselőivel, hogy vizsgálják meg az úgynevezett mobilvásárlási szolgáltatásokat nyújtó három magyarországi szolgáltató ezzel kapcsolatos partnerszerződéseit. Az egyeztetés lezárult, társaságokkal, illetékes hatóságokkal és az Európai Bizottság szerveivel is. Arra a döntésre jutott a PSAF, hogy ugyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül mobilvásárlás, azonban egyenlőre a jövőben nem kell ehhez pénzügyi szervezetek állami földjeletének engedélye, és az azt gondolom, hogy egy jó hír, hiszen zökkenőmentesen folytatódhat Magyarországon a mobilvásárlás, aminek részleteiről még a viszont válaszomban fogok beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót Koszorús László képviselőnek. Öné a szó. Köszönöm államtitkár úrnak a megnyugtató választ, annak ellenére, hogy a piac mind a fogyasztók, illetve az ügyfelek komoly aggodalmukat fejezték ki, avval kapcsolatosan, hogy esetlegesen eltörlésre kerülnek azok a fizetési módok, amik idáig az ügyfeleknek a kényelmét szolgálták. Úgyhogy nagyon megnyugtató, hogy a jövőben lehet továbbra is autópályamatricát SMS-ben, illetve parkolást SMS-ben intézni. Annyit viszont még hozzátennék röviden, hogy az Európai Unió szabályozása a korlátozott helyen, vagy az áruk és szolgáltatások korlátozott körében végzett pénzforgalmi szolgáltatásait kiveszi a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás hatája alól, és ezt a jövőn a nemzeti hatóságokra bízza. Ennek megfelelően a PSAF megítélése szerint a jelenleg és várhatóan a közeljövőben szolgáltatásokban igénybe vehető szolgáltatások közül néhány figyelembe véve az áruk a korlátozott kategóriába tartoznak. Érdemes talán elgondolkozni hosszabb távon azon, hogy ne a PSAF-ra bízzuk az ilyen típusú nagyholdrei döntéseknek, ügyfélbarát döntéseknek a meghozatalát, hanem ezeket érdemes lenne törvényi szintre emelni. Ezügyben még kérem a választát. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm, képviselő úr, viszont válasz illeti meg államtitkár úr, önné a szó. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, a pénzügyi szervezetek állami földjeletének ez a döntése nyilvánvalóan egy
egy középtávon oldja meg ezt a kérdéskört, az igen népszerű magyarországi mobilvásárlásnak a kérdéskörét. Tehát a hosszú távú megoldást azt még közösen kell keresnünk a jövőben, de ezt mindenképpen meg fogjuk tenni, hiszen egy nagyon népszerű szolgáltatásról van szó Magyarországon, és a világ egyébként is ebbe az irányba megy. Nyilvánvalóan azért szeretik a mobilvásárlást a honfitársaink, mert egy gyorsabb, kényelmesebb megoldást tesz ez nekik lehetővé, akár a parkolójegyek megvásárlásánál, akár egyéb formában könnyűvé teszi és meggyorsítja az ügyintézést, ezért is tartjuk ezt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről egy fontos kérdésnek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm államtitkár úr válaszát! Tisztelt Országgyűlés! Káli Sándor, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek cserben hagyott önkormányzatok címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladatellátása miatt válaszadásra Csíkfalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét, vagy személyesen miniszter úrtól kérje a választ? Igen, megadom a szót, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Az Orbán kormány a felére, vagy 64 milliárd forintra csökkentette a közmunkára fordított költségvetési támogatásokat. A MSZP folyamatosan jelezte, hogy ez az összeg nem lesz elég, sőt, semmire nem lesz elég. Az önkormányzatok egy idő után képtelenek lesznek finanszírozni az emberek foglalkoztatását, még akkor is, hogyha 4 órás közmunkáról beszélünk. Nem volt kétséges, hogy önök által szétvert közmunkaprogram idővel bedől. Kérdés csak az volt, hogy mikor. Jelezném azt, hogy ez az idő elkövetkezett, hamarabb, mint gondoltuk. Több polgármester, helyi képviselő keres meg minket, hogy a pénz elfogyott, és nem lehet újabb forrásokra számítani. A lejáró közmunkaszerződéseket így nem tudják meghosszabbítani az önkormányzatok, emiatt 10 000-ek eshetnek ki a rendszerből önhibájukon kívül, és nehezen tudnak majd bármiből is megélni. Úgy gondolom, hogy nem ez a nemzeti együttműködés rendszere, önök cserben hagyják az embereket, és cserben hagyják az önkormányzatokat. Kérdezem tehát, hogy kapnak-e további támogatást az önkormányzatok a korábbi közfoglalkoztatási programok folytatására, és mi lesz a sorsa a több 10 000 állás nélkül maradó embernek? Várom megtisztelő választ. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Csíkfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Folyamatosan hivatkoznak az Út a munkához programra, mint amelyik egy ilyen nagyon sikeres program lett volna. Korábban is elmondtuk, csak ismételni tudom, minden létező adat arra utal, hogy ez egy nagyon pazarló és egy nagyon alacsony hatékonyságú felhasználása volt a közpénzeknek a közfoglalkoztatás érdekében. Éppen ezért 2011. január 1-től ennek rendszerét átszerveztük, és azt mutatják az adatok, hogy nem dőlt be a közfoglalkoztatás rendszere, ellentétben azzal, amit ön állít. Míg ugye az önök idején és az önök által indított programoknál mintegy 170 ezer szociálisan rászoruló egyetlen alkalommal sem jutott munka lehetőséghez, tájékoztattam, hogy az idén már az első 5 hónapban az önkormányzatok által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében mintegy 118 ezer fő létesített munkaviszonyt, és ugye a másik típus a megkötött támogatási szerződések alapján pedig további 67 ezer fő munkába állása várható, így a közfoglalkoztatás két típusában már 185 ezer fő számára biztosított a munka lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, szintén arra kérném felesleges riogatni olyan hírekkel és olyan adatokkal, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Most zajlik a közfoglalkoztatás átalakulása, az eddigi adatok azt mutatják, hogy ez jó úton halad. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm államtitkár úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Tisztelt államtitkár úr, én egy szót nem beszéltem az Út a munkához programról, én kizárólag az önök programjáról beszéltem. Igazából önnek felszeretném hívni a figyelmét, hogy nem én vagyok az, aki nagyon izgatottan várja a válaszát, hanem azok, akik valóban azon törik most a fejüket, és kétségbe esett, hogy egyáltalán télire tudnak tüzelőt venni. Most nyár van, ebben igaza van, és át kell alakítani a programot,
de azoknak az embereknek kell majd önöknek válaszolni, akik éheznek, akik szó szerint éheznek, és nem csak azért, mert nem találnak el a hűtőhöz. Változatlanul kérdezem azt, hogy kívánják-e növelni ezt a keretet, és változatlanul kérdezem ezt, hogy megkívánják-e növelni 8 órára, teljes munkaidőre, és hogy legalább 90 napig valósuljon meg ez a program. Köszönöm. Államtitkár urat viszont válasz illeti meg, öné a szó. Tisztelt képviselő, tényleg nem említette az út a munkához programot, ez elnézést kérnék, de ez annyiszor elhangzott már, hogy szinte reflexzerűen arra gondol az ember. Tehát, és amúgy is az összevetés azért mindenképpen helyes, hisz arról szól a változás, hogy egy sokkal hatékonyabb felhasználása a viszonylag szűkösen rendelkező erőforrásoknak. Én úgy gondolom, hogy az erőforrásoknak a felhasználás adatai azt mutatják, hogy ezen nem kell most változtatni. A számok is azt mutatják, hogy egyre többen vesznek részt a közfoglalkoztatásban. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Barát Zsolt, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Kik követik el az uzsora bűncselekményeket címmel? Miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Kontrát Károly államtitkár urat kérte fel. Kérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Öné a államtitkár úr, remélem nem veszi rossz néven, szeretném személyesen feltenni a belügyminiszter úrnak ezt a kérdést. Köszönöm. Személyesen áll, képviselő úr nem fogadta el a válaszadó személyét, miniszter úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt országgyűlés, Stágel Bence, a KDNP képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Mennyibe került az adófizetők pénzéből a rendőrség biztosítása 2011. június 18-án az úgynevezett meleg méltóság menetének címmel? Miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Kontrát Károly államtitkár urat kértek el. Kérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Képviselő elfogadja a válaszadó személyét, megadom a szót. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, most szombaton zajlott az úgynevezett meleg méltóság menete Budapest belvárosában, bár a békés gyülekezéshez való alkotmányos alapjog mindenkit megillet. Az európai homoszexuális szervezetek évről évre megrendezésre kerülő európai roadshowja számos nagyvárosban csak komoly rendőri jelenlét mellett biztosítható. Nem volt ez másképp most Budapest esetében sem. Gyakorlatilag a gyülekezési jog alapjogával élve közterületen zajlik egy kordonoktól elzárt, nem nyilvános felvonulás, ahol a külföldi résztvevők száma csaknem megegyezik a jelenlévő rendfenntartó erők létszámával. Önmagában felveti a szervezők felelősségét, hogy a felvonulás helyszínéül miért éppen Budapest központját választják, amikor évek óta mindenki megtapasztalhatta, hogy botrányos megnyilatkozások és erőszakos események jellemzik a rendezvényt. Hosszú távon tartatatlan, hogy Budapest frekventált helyszínei a turista szezon közepén gyakorlatilag csatatérré változnak egy olyan rendezvény kapcsán, melynek egyébként jó pár célkitűzése a társadalom nagy része számára teljességgel elfogadhatatlan és vérnyomás növelő. Hangsúlyozom, mindenkit megillet a békés gyülekezéshez való jog, és elítélendő az erőszakos, erőszakba torkoló tiltakozás bármilyen formája. Köszönet a rendőrségnek, hogy a körülmények ellenére a rend fenntartásának összességében eleget tett. Ugyanakkor szemlátó más csak erős rendőri létszámmal, rohamrendőrök bevetésével, forgalom eltereléssel, térfigyelő kamerák felszerelésével, kényszerintézkedésekkel, kordonok kiépítésével biztosítható a nagyrészt külföldi állampolgárok részvételével zajló felvonulás. Kérdezem tehát államtitkár úrtól, hogy mennyibe került az adófizetők pénzéből 2011. június 18-án az úgynevezett meleg méltóság menetének teljes rendőrségi biztosítása. Várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. 2011. június 18-án Budapesten a budapesti rendőrfőkapitányság a 16. Budapest Pride meleg méltóság menet, illetve az ezzel kapcsolatos tiltakozó demonstráció biztosítását hajtotta végre. Ennek a biztosítását a rendőrség a szükséges erőkkel
megtette. Ennek a költsége a mai számításaink szerint körülbelül 70 millió forint. Ebbe a személyi költségek, a dologi költségek, üzemanyag költségek, túlmunkadíj, minden költség és járulék benne foglaltatik. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr, képviselő úr, viszont válasz illeti meg, öne a szó. Nagyon köszönöm, államtitkár úr, korrekt és rövid válaszát, önmagában megdöbbentő tény.